Zsolt, ügyes volt, gratulálunk! Na gyerünk Árpi, azaz. A feladatot egy icipicit nehezíti az, hogyha megfigyelik, hogy ló és lovasa olyannyira együtt kell, hogy dolgozzon, hogy a ló nyakba vetett szárral láttázik végig az egyenes szakaszon. Az íjásznak ugyanis nincsen lehetősége, módja arra, hogy amikor a fegyvert kezeli, akkor még a lovat is irányítsa. Úgyhogy ehhez a sportákhoz lónak és lovasnak nagyon összhangban kell működnie. Ügyes! Egy tapsot megérdemel, gratulálok! Na figyeljük Zsoltot! Ó, azt hiszem, az egy halálos találat volt. A nyakon érte a lövés. Itt most életben maradt az ellenfél. Na de nézzük Zsoltot. Ügyes! Most mind a két íjász visszaállt az alapvállásba, kezdődőkhoz. Úgyhogy láthatunk azt hiszem még egy sorozatot, még mielőtt. Na, ezt eltaláltam? Ez már egy picit ügyes volt. És ha jól gondolom, az íjászok már a szabjákért nyúlnak. Közelharcot fogunk látni szabjával. Ja nem, először a dárdadobás következik, bocsánat. Ez most nem sikerül, de a legközelebbi az biztos jól fog menni. Az előző bemutatónkon, Tőserdőben, a most előttünk elvágtató Zsolt huszár, vitéz, olyan dárdadobást mutatott be. Na, ezt is már még egyszer. Hogy még a patábla is szétesett, akkora erővel vágta bele a dárdát. De azt hiszem, van még idő még egy sorozatra. Az, na ez már megközelíti azt az erőt. Hát azt hiszem a patábla az ripityára fog menni a végén. Köszönjük a segítőnek. És akkor Zsolt utolsó dobása jöhet. Találatért eltalálta a másik, akkor föl kell nyújtani a szabjáját, vagy a kezét. A győzelem két találatig megy. A süveges vitéz Zsolt névre hallgat, a fekete kaftános pedig Árpád nevezetű. Úgyhogy kérem a közönséget, hogy a szimpatikusabbnak akkor szurkoljunk, jó? Hát itt most Zsolt jól megkergeti Árpádot.
De azért jó volna, hogyha Árpád bátorságot vett a magán, és merne szembeszállni a vitézzel, nem csak szaladna, menekülne előle. Szeretnénk minél több összecsapást látni. Jó, itt volt egy találat. Ha Árpád ügyes és még egy találatot bevisz, akkor ezt megnyerte. Megvan? Jó, ügyes, gratulálunk. Jó, újabb találat. Egyensúlyából kimozdítva le kell taszítani a lóról. Na nézzük. Tudnak-e egymáson fogást találni a vitézek? Azaz, ó, megfogta a nyakát, jól van. De Zsolt is nagyon kapaszkodik. Mind a ketten meg tudták tartani az egyensúlyukat. Szerintem egy kis szurkolás hiányzik a vitézeknek. Árpádé... Zsoltot illeti a nagy szám, gratulálunk! Zsolt egy pontot bezsebelt magának. De természetesen Árpádnak van lehetősége, hogy revansot vegyen. Na nézzük! Aki játszotta már ezt a játékot, azt mondja, hogy csak egyensúly kérdése az egész. Na nézzük! Azaz! Árpi azért ne engedd el a lónak a nyakát teljesen, mert ezért szörén pillanatok alatt el lehet ám csúszni annak a jószágnak a hátáról. Na nézzük! Úr, most jól összeakaszkodtak! Csípni, harapni nem ér, csak húzni a másikat. Füle azért megmaradjon. Gyerünk, Árpád! Zsoltak is csak egy pont választ el a győzelemtől. Azaz? Azt szokták mondani, kibicnek semmi sem drága. Itt talán a láb! Ó, pedig én mondani akartam, hogy a lábával próbálkoznék. De gratulálok Zsoltnak, megvan a két pont, úgyhogy kiirdetettük a bemutató győztesét. Zsolt vitéz, gratulálunk. Köszönjük a figyelmüket. Ezzel bemutatunk véget ért. Itt Attila mutat nekünk egy gyönyörű szép két nyilvesszőt. Az egyik harcosunknak sikerült úgy telibe találni ezt a fából készült színes tollas nyilvesszőt az alumínium veszélyével. Hát ez talán ezerből, ha egyszer sikerül? Véletlen. Jó, és akkor negyed óra múlva egy picit... Mondd a bácsinak, hogy te hajlandó vagy lövődni.